Sziasztok, én Banás vagyok, és a mai napon is itt van mellettem Ági. Sziasztok! És egy újabb, fantasztikus trükkel jelentkezünk nektek, úgyhogy ne is szaporítsuk tovább a szót, és vágjunk is bele a mai trükkünkbe. Szóval Ági, mai trükk egy nagyon-nagyon érdekes kis trükk lesz, úgyhogy vágjunk is bele, én azt mondom, hogy gyorsan egy kicsit megkerüljük a csomagot. Szokás szerint látod egy kis riffle shuffle, nagyon jó kis keverés, és ezt követően arra fogod téged kérni, hogy hát nem is tudom, inkább csak érints meg egy kártyalapot, bármelyiket, amiket szeretnél. Melyiket? Ez? Ezt a lapot? Rendben van, ezt a lapot fogjuk is. De lerakom. Oké, hogy nézd meg ezt a kártyalapot. Köszönöm a kamerának, hogy én elfordulok. Megvan. És ezt a lapot ezután rak vissza a csomagba. Mindegy hova. Úgy néz, ezt rakjuk bele a dobozba is. Fogjuk, és akkor annyit fogunk csinálni, Ági. Nagyon érdekes kis dolog lesz. Ugyanis a lapodat meg fogjuk próbálni belevarázsolni a cipőmbe. Ez elég lehetetlenül hangzik, én tudom, de figyelj, meg fogjuk próbálni, és annyit fog csinálni, hogy ha a kamera kicsit közelebb jön, akkor látni is fogjuk, a nézők is, hogy mi fog történni. De fogom a dobozt, és meg fogom próbálni, nézd, beledobni a cipőmbe. Hát a doboz az elrepült, de ez nem is fontos, ugyanis ha minden jól megy, akkor egy darab lap a dobozból kivándorolt, és egészen bele a cipőmbe. De hogy ne olyan szígyétek, hogy ez egy második ász, ami csak régóta itt volt már a cipőmbe. A dobozt meg is nézhetjük. Marci, légy szíves, add elő nekünk. És meg is nézhetjük, hogy bizony a dobozból valóban eltűnt a körász. Wow. Ugyanis, mint látjátok, nincsen már a lapok között, szóval valóban sikerült a dobozból beledobni, belevarázsolni a néző által, Ági által választott körászt a cipőmbe. Úgyhogy lássuk is a magyarázatot. Szóval akkor lássuk is a magyarázatot, de még mielőtt belevágnék, szeretném megemlíteni a mai videó szponzorát, a már jól megszokott deckmaster.hu-t, ahol többek között a ma használt Bicycle Standard kártyacsomagot is be tudjátok szerezni. Ugye ez a bűvészek kedvenc csomagja, és akár ezt, akár bármelyik másik csomagot 10% kedvezménnyel fogjátok tudni beszerezni, hogyha a KM kuponkódot felhasználjátok. Úgyhogy ja, csekkoljátok a leírásban a Deckmastert, és akkor lássuk is, hogy hogyan tudjátok belevarázsolni a nézőlapját a cipőtökbe. Ez egy egészen elképesztő effekt, és akármilyen hihetetlen, de nagyon egyszerű effekt is. Hasonló effektet már csináltunk, például amikor Áginak a táskájába került a kártyalap, az is igazából hasonló metódus, de nem pont ugyanaz a metódus, tehát most nem dupla oldó ragasztó, amire lehet, hogy sokan tippeltetek, hanem egészen egyszerűen egy teljesen másik metódus fogunk használni, méghozzá azt a metódus, hogy kettő kártyacsomagunk van, tehát fogunk két csomag kártyát, és ez lesz a metódus. Ez egyébként talán jobban működik télen, vagy hát olyankor, amikor mondjuk kabátotok van, és akkor a kabátzsebetekben jobban elférnek a kártyák. Ugye itt egy kicsit necces, mert egy rövid nadrágnak a zsebébe azért eléggé látszik, hogyha kitömöd két kártyával. Szóval esetleg egy kis pulcsi, aminek itt vannak oldalt a zsebei, oda be lehet rakni, vagy kabátzsebbe, vagy ilyesmibe tudom elképzelni, vagy esetleg egy táskába, de hogy így egy kicsikét necces talán nyáron, viszont így is egyébként kivitelezhető, mert a nézők nem figyelnek, szóval akár megcsinálték azt, hogy kettő különböző zsebből veszitek elő a csomagokat, és az se fog föltűnni a legtöbb nézőnek, de nyilván akkor a legjobb, hogyha egy zsebbe rakjátok majd, de ne zaladjunk ennyire előre. Szóval kezdjünk azzal, hogy az egyik csomagból kiválasztunk egy lapot, amit forszolni szeretnénk, tehát forszírozni a nézőre. Ez most nálam az ász volt, úgyhogy az egyik csomagból eltávolítottam az ászt, a körászt, a másik csomagba pedig a csomag tetejére raktam, tehát ebben a csomagban itt van a csomag tetején, a másik csomagban pedig ugye kivettem a másik csomagból, és beleraktam a cipőmbe már a trükk legelején, tehát most tegyük föl, hogy ez itt a cipőm,
itt benne van a cipő, mert most nem fogom még egyszer belerakni, és ugye ebből a csomagból pedig ki van véve, tehát ebben nem lesz ász. És ugye ez a csomag, amiben nincs ász, az berakom a zsebembe, tehát a zsebembe fog kezdeni, mondjuk ebbe a zsebembe. És el más, és a kártyával csak annyit csinálunk, hogy egy kicsit megkeverhetjük az elején, úgyhogy ezt az ászt a csomag tetején tartsuk. Erre egy egyszerű riffle shuffle tökéletesen megfelel, mert ugye ezzel a csomag tetején marad a kártyalap, szóval teljesen átlagos, egyszerű riffle shuffle-el ezt meg tudjuk tenni, és ezt követően pedig csinálni fogunk egy nagyon egyszerű kis forszúrást, amit nem biztos, hogy mutattam már, pedig eléggé basic, úgymond, tehát eléggé átlagos mindennapi forszúrásról van szó, és sokan használják nagyon, de most, ha eddig nem mutattam, akkor most megmutatom, de egyébként meglepődnék, hogyha valamelyik videóban nem szerepelt volna. Ami úgy néz ki, hogy két lapot így leveszünk, mintha elkezdenénk mondani, hogy a nézi való álljon meg, de aztán meggondoljuk magunkat, és inkább erre a kártyára rá kezdjük így pörgetni a többi lapot, tehát így rá, nem is tudom, terítjük. Tehát ez mondjuk úgy néz neki gyorsan előadás közben, hogy hát akkor válassz egy, nem is tudom, inkább érints meg egy kártyalapot, és a néző megérint egy lapot, vagy megérinti ezt a lapot, és annyit fogunk csinálni, hogy mint látjátok, ugye itt ezt a lapot érintette meg, de a forszírozott kártyalapunk, amit már sikerült fölcserélnem az előbb, tök mindegy, tehát hogy ugye mi a legfelső lap az ász volt, ezért az ász, a körászunk, az mikor így hozzáérintjük a csomaghoz ezt a lapot, akkor így az fog a legalsó lapra kerülni, és ezt fogjuk aztán ide lerakni a néző elé. És ugye így kicseréltük az ászra, amit tényleg megérintett a néző. Tehát ez gyorsan úgy néz ki, hogy ugye kettőt leveszünk, aztán hát inkább érints meg egy lapot, a néző megérinti mondjuk ezt a lapot, és ezt ide lerakom, és már ennyivel sikerült az ászt rá forszírozni, szóval remélem értettétek, hogy ez hogy néz ki, azért még egyszer mutatom lassítva, hogy aki előbb nem értette, az biztos el tudja kapni, szóval ugye ezekre a lapokra fogjuk így rá teríteni a többi lapot, és mondjuk szól a néző itt, és ugye annyit csinálunk, hogy ennyit csinálunk igazából, szóval ezzel sikeresen rá tudjuk forszírozni az ászt, és igazából az egyetlen egy fogás kész van, ez az egyetlen egy fogás, amit kell a trükkbe csinálni, annyit csinálunk itt ezután, hogy ezt a csomagot, ezt megkérjük a nézőt, hogy rakja vissza a lapját valahol a csomag közepébe, azután pedig rakja bele a dobozba, tehát hogy ez alapján meggyőződik a néző, hogy biztosan benne van a dobozban a kártyája, és ezután pedig belerakjuk ugye a zsebünkbe ezt a dobozt, és annyit csinálunk, hogy itt egy kicsit húzzuk az időt, tehát ugye most kettő csomag van a zsebembe, az egyikben nincs ász, a másikban van ász, és annyit csinálunk, hogy egy kicsit húzzuk az időt, és mondjuk a nézőnek, hogy most meg fogom próbálni a cipőmbe belevarázsolni a lapodat. Tudom, hogy hihetetlenek tűnik meg ennek, és csak húzzuk egy kicsit az időt, valamit mondunk a nézőnek, vagy magyarázunk, bármivel igazából elterhetjük a figyelmét, és egy 15 másodperccel később kivesszük a másik csomagot a zsebünkből, amiben ugye már nincsen ász, és ezt a csomagot fogjuk aztán hozzá vágni a cipőnkhöz. Ugye itt megtehetjük azt, hogy fölállunk, és ugye minden néző körülöttünk ott csak figyeli azt, hogy hozzávágjuk a cipőnkhöz a dobozt, és igazából hülyének néznek minket, hogy mit csinálunk. Egészen addig, amíg ugye le nem vesszük a cipőnket, és ott nem lesz benne a néző által kiválasztott körász, és ezután pedig ráadásul ugye képesek lesztek megmutatni, hogy bizony ez nem egy duplikált kártya, tehát nem kettő ilyen lap van, hanem ugye ebbe a csomagba nem lesz benne a néző által kiválasztott ász, ugye mert kicseréltük a csomagot egy olyan rönyben nincs ász. Szóval, hát igen, ez egy olyan módszer, ahol két csomagot kell használnunk, és így, hogyha mondjuk nincsen duplódó ragasztótok, de mondjuk a Deckmasterről rendeltetek kettő ugyanolyan csomagot, akkor ezt meg tudjátok csinálni ilyen módszerrel is, de egyébként nagyon sok másik módszer is meg lehet ezt csinálni, akár ki is lophatjátok a lapot a csomagból, vagy bármivel, a lényeg az, hogy a végén, hogyha ráforszírozzatok a nézőre, akkor ilyen egészen kreatív helyeken is meg tudjátok jelentetni a néző által választott lapot, mint a cipőtök, úgyhogy ja, igazából ennyi lenne ez a trükk. Itt ami új volt igazából, az talán a forszírozás, meg ez a dupla csomagos metódus, ami szerintem egész jól tud működni bizonyos szituációkban, talán mondjuk télen egy kicsit jobb, mint nyáron, de ezt majd ti ki fogjátok tudni úgyis tapasztalni, úgyhogy ennyi lett volna a mai videó, én köszönöm a figyelmet, Balázs voltam, sziasztok! From the truth that keeps me open.